Szeretettel köszöntöm a Sportás ma esti adásának kedves nézőit, és külön szeretettel a régi kedves barátomat, akit tegnap fölhívtam, ezt azért mesélem el, mert tegnap fölhívtam, hogy a legközelebbi felvételre meghívom, aztán addig beszéltünk, hogy hát nem telt el egy nap azóta, hogy beszéltünk, mert ugye másnap van, de este hívtam, és másnap a felvételen itt van, szóval Egri János, és akit azért hívtam fel egyébként, mert egy más vonatkozású, hát mondjuk így utána néztem valaminek, és egy arra csodálkoztam rá, Janikám, hogy 1963, bajnok a Vörös Meteor, és ilyen számomra legendás nevek, mint a Losonci, több Losonci, ugye nem is tudom, György és Imre? Imre. Ugye, igen, Rozgonyi, akinek az öccsével én nagyon jobban voltam, a Rozgonyi György volt, ugye, ott, és hát ott a névsorban, Egri János. Hát gratulálok, Janikám, ahhoz először is, ahogy kinézel. Más ez, hogy 60 éve bajnoknak lenni gyönyörű lehetett. Bocsánatot kérek, csak kiegészítésképpen ez a harmadik bajnokság volt. Az elsőt 1957-ben, akkor még csak 20 éves voltam, szereztük, és a másikat 59-ben, tehát 57, 59, 63. Akkor is a harmadik bajnoki cím 60. évfordulója, parádé. Parádé. Hogy emlékszel arra a Vörös Meteorra? Én nagyon-nagyon sok emléket őrzök, rettentő sokat köszönhetek nekik. Például akkor ugye egy diktatúra volt, ha emlékszel még erre. És az hát emberek én kicsi voltam. Az emberek általában nem jutottak külföldre. Azzal viszont, ha te élsportoló voltál, akkor volt neked egy útleveled, amit az OTSH-ban őriztek, nem te otthon a fiókodban, és amikor a válogatott meccs volt, akkor kimehettél külföldre, többek között Belgiumba, Németországba, tehát fantasztikus lehetőséged volt, ami a többi akkori magyar állampolgárnak nem adatott meg. Mennyi néző volt a kis stadionban, mondjuk 63-ban? Ez a másik, hogy az élsportnak nagyon nagy volt a népszerűsége. És tudod, mi a nagyon fura? Hogy az akkori élsportolók egymás közt is nagyon-nagyon jóba voltak. Az Albert Flóri kiárt a mi meccseinkre, mi elmentünk az ő meccsükre. De ugyanez vonatkozik a vízilabdázókra, a kosárlabdázókra, tehát ez egy szűk elit volt, egy más világ, akik egymás közt nagyon jól érezték magukat, és ebbe beletartozott Schmidt Pali is, aki nagyon jó vívó volt. És ővele lehetett Bécsben találkozni, amikor Kutex lakkot vásárolt az itthoni barátnőinek. Óriási. Hát csak azon meditáltam, ugye a kis stadiont 61-ben adták át, és az egy olyan kultikus dolog volt, hát nagyon kicsi voltam, hogy fölépült a kis stadion, igen. És nem tudom, 10 000 néző lehet egy jéghoki, mert az tulajdonké nem a műkorcsolyára épült, mert arra nem ment ki senki szerintem, mert ha csak nem Európa bajnokság volt, nem tudom, volt-e a kis stadionban Európa bajnokság éppen. Azt nem tudom, de ezen a megnyitó meccsen én játszottam. Én úgy emlékszem, hogy a Románia volt az ellenfelünk, igen. És úgy emlékszem, hogy kikaptunk. Zacskó. Egy vagy két góllal kikaptunk. 5-2 volt. Igen, akkor még egyszer mondom. Ez igen. A másik, hogy az ember úgy elkezd gondolkodni, hogy mi volt 60-63-57 évvel ezelőtt, akkor úgy elgondolkodik rá, hogy jól emlékszem én erre? És sokszor rá kell jönni. Tele volt? Tulajdonképpen tele volt, mert egy első meccs volt. És hát nagyon-nagyon-nagyon népszerű. Románok, jó. Hát egyébként olvastam, a románok gyakorlatilag magyarok voltak. Hát ennek Csíkszeredára épült a román válogatott, és nagyon jó játékosok voltak, azóta is jól játszanak egyébként. Tehát a sport az egy kicsit abból a szempontból szerencsés terület, hogy az túlmutat a politikán. Egy része természetesen nem, de azért végső soron... Hát ma nem nagyon tudod függetleníteni a sportot a politikától. Igen, ezt kevésbé látom, te jobban látod, mert foglalkozol vele. Én is amennyit látok, az természetesen a te írásaidra is támaszkodva, hogy nyilván egy mezőtúr NB1-es meccsre kevesebben kíváncsiak, mint egy Vasas Dózsa meccsre. Hajdanán. Például. Hát ma egy Vasas Újpest, ma jó, már nem. Igen, ez is például egy szomorú dolog, hogy a Vasas jelenleg az NB2-be játszik. Nem, az NB1-be, MTK játszik az NB1-be. Akkor az MTK, de a Vasas is valahol egy kicsit. Volt, igen. Utolsó helyezett. Igen, hát azért ez sem mondjuk. Utolsó három volt a Újpest Honvéd Vasas a forduló előtt. Igen, ez eléggé meglepő dolog számomra. De az sokkal meglepőbbnek találom,
érdekes módon, mert ehhez már hozzászoktam. Igen. Hogy a Vörös Meteor bajnok volt a Ferencváros az Újpest előtt. Igen. Egyáltalán, mert akármilyen legendás játékosok voltak, sőt, hát a Ciglerek közül az egyik itt volt, a vendégem volt a műsorban. Szóval, hogy azért a Vörös Meteor, a Újpest, ez meg a Ferencváros képest egy kis csapat volt. Igen, de hogy fejezzem ki magam, nagyon jó játékosaik voltak. Talán emlékszel Pásztor Györgyre, nem régen halt meg, zseniális hátvéd volt, gyógyszerész volt a szakmája, ergo, hogyha bármilyen bajunk volt, akkor az ő patikájába mentünk be, és kaptunk tőle gyógyszert. És talán ez igazán furcsa anekdóta, hogy az első életemben, amikor magyar bajnokságot nyertem 1957-ben, még egyszer mondom, akkor kerültem fel az IFI-ből. Annyira senki voltam, hogy a Pásztor, aki a csapatkapitány volt, nem tudta a nevemet. Nem tudta, hogy hogy hívnak. Volt egy ifi gyerek, aki egész jól játszott, és a megnyert meccs után odajött, és annyit mondott. Öcsi, mert nem tudta a nevemet. Alle Achtung. Ő egy német orientáció, valaki volt, le a kalappal. Jól játszottál. Tehát ez volt életem első nagy dicsérete, hogy le a kalappal. Mindenki vigyáz. Jó játszottam. Hol volt a meccs? Millenáris? Vagy azt hiszem, talán a Millenárison volt, de volt még olyan meccs is, ami a műjégpályán. Hát annak idején a műjégpálya is a jégkorongozásnak volt a bölcsője. Hogy lettél hokis? Ez többször elmondtam, már nem egy nagy titok. Én a Munkácsi utcában születtem, és amikor 4-5 éves voltam, akkor az apukám levitt a műjégpályára, ami a Hősök tere mellett volt, és elindult az én pályafutásom, többnyire a fenekemen ülve, mert hát még akkor nem korcsolyáztam olyan finom jól. Úgyhogy indult el, és majdnem azt mondhatnám neked, és ezt is sokszor elmondtam már, ennek a sportágnak én nagyon sokat köszönhetek. Amennyiben? Ez olyan emberi tulajdonságokkal ruház fel, például ne legyél sértődékeny, jól tűld a fájdalmakat. Tehát például nézd meg, hogy az emberek mennyire kínosan ügyelnek, becsípődik az ujjuk, vagy megütik a lábukat, akkor nyafognak, meg mindenféle orvoshoz mennek. Ez a jégkorongban nem divat. A jégkorong Hall of Fame-nek a tagja Nyuli László, aki tulajdonképpen egy gégész orvos volt. Minden egyes válogatott meccsen ott volt, és ha te megsérültél, akkor leültél a cserepadra, és a Nyuli Laci ott helyben megvarta a szemöldöködet. A következő cserében visszamentél a pályára. Ez ma elképzelhetőnek tartod? Más volt ilyen szempont. Janikám, én ezt Dermete hallgatom, mert én nem bírtam volna ki. Tehát, nagyon sok dologra megtanított. Például arra, hogy egészségesen éljél. Nézd meg, hogy nem vagyok nagyon meghízva. Ugyanannyi a súlyom, mint 50 évvel ezelőtt. Erre ügyelni kell, mert ha csak úgy élnél bele a világba, akkor nyilván idős korodra néhány plusz kilót fölszed az ember. És amikor korongoztál, tehát azóta az át a középpontba, hogy a megfelelő kondícióban legyél a jégkorongra. De másképp elnyomtak, agyonütöttek, hát akkor vigyázz magadra. Tehát én mindent ennek köszönhetek, őszintén megmondom, és ahogy szoktam mást is mondani, egyfajta alázatra. Amennyiben? Amennyiben te ennek a csapatnak az egyik játékosa vagy. Nem a legjobb, nem a nélkülözhetetlen, az egyik játékos. Van olyan? Nagyon, nagyon. Ez megtanít egy csomó dologra. Nem úgy értem, van olyan, aki nélkülözhetetlen? Tulajdonképpen senki sem nélkülözhetetlen. Igen, pótolható nehezen, de nem nélkülözhetetlen. És ez téged is megtanít például egyre, hogy lehet, hogy te neked van két nyelvvizsgád, meg nem tudom én, doktori diplomád, de ez a senkiházi, ez backhandel jobban lő, mint te. A csapat számára ő fontosabb, mint te az összes nyelvvizsgáddal együtt. Hm. Ez ad egy tartást az embernek. Majd amikor este banket van egy külföldi csapattal, akkor János megkérünk, hogy te mondjál néhány szót, akkor ő meg ülés közben megeszi a te fagylaltodat. Ennyi az egész. És mondtál néhány szót? Valamilyen nyelven, akkor angolul vagy franciául két-három szót a vendéglátó csapat számára mondtam, és közben mondtam, hogy gyerekek, annyit kérek csak, hogy addig, amíg én ott ezt a pár szót elmondom, senki ne nyúljon a fagylaltomhoz. Azt mondja, János, hát nem képzeled.
majd amint te kimentél, természetesen szóltak a horvát öcsinek, hogy sózd meg a fagylaltját. És akkor egy fél sótartó sót beleszórt a fagylaltodba. Te visszajöttél az emelvényről, és leültél, és elkezdted szépen enni a fagylaltot. Senki nem gondolta volna, hogy ez neked ízlik. Leszúrták a horvát öcsit, hogy ennyit nem lehet rád bízni. Hát megette. Nem jól sózta meg a fagylaltot. Megette? Megette az egészet. Na, ezek igazi jégkorong élmények, hogy utána, és akkor kérdezték, milyen a fagyi? Mondom, én nagyon szeretem, finom. Megpukkadtak. Tehát ezek azok az emberi történetek. Ezért borzasztó lehetett közben. Azt kit érdekelt? Hát, hogyha egy kicsi önfegyelmed van, én kívánom neked, hogy nagyobb baj az életben ne éljen, mint hogy egy sós vanília fagylaltot kell megenned. Ez így van. Ez elviselhető. És miután tudod, hogy mi történt, tönkretetted az ő bulijukat azzal, hogy te ezt mosolyogva finoman elfogyasztottad. Ennyi a jégkorongról. Már akkor is járattad a tájmot? Ezt neked az előbb elmeséltem, én annak idején részben az angol nyelvtudásnak sok mindent köszönhetek. Többek között a Time az az egyik vezető amerikai újság, képes újság, aminek én 30 éve előfizetője vagyok. És azóta is minden héten megjön a Time, bedobják a postaládába, és én elolvasom az amerikai véleményeket a világról, akár a mostani ukrán háborúról. Tehát egy kicsit tájékozottabb vagyok, mintha csak a magyar újságokat olvasnám. Igen, a rock szakmában volt ez divat, hogy a New Musical Express-t. Persze, persze. De azért kevesen járatták a Time-ot haza. Ezt nem tudhatom, őszintén megmondom, de én annak mondjuk örülök, hogy így a gyerekeim is ezt olvashatták. Ők is gyakorolhatták az angol nyelvtudásukat. És a dolog nem egy elviselhetetlen magas költség. Tehát, hogyha havi 100 000-ért kéne külföldi újságot venni, akkor az valószínűleg nem sikerülne. De hogyha egy évre befizetsz nem tudom én hány dollárt, és azért minden héten ott van a postaládában az újság, azért az egy kellemes érzés. Kvázi kapcsolatot teremtesz a világgal. A Time az hány oldalból áll? Mondjuk 40 körülbelül, nem tudom most pontosan. Nagyon egyetlen egy, ami miatt kevésbé jó most a lap szerintem, hogy nagyon amerika-centrikus. Tehát főként azzal foglalkozik, igen, eddig is világlap volt, de miután a világban kevés tiszteletre méltó esemény történik, ezért inkább Amerikával foglalkoznak, vagy Amerika és a világ kapcsolatával. Az ő álláspontjuk a jelenlegi ukrán-orosz háborúval. Ez egy érdekes dolog, hogy ők hogyan látják ezt, miközben nálunk erről más a vélemény. Hát szöges ellentét. Mármint hát a hivatalos vélemény. Igen. Bár nem tudom, hogy a Time az hivatalos véleménynek tekinthető-e az égészségi szerkesztőség. Ez nagyon nehéz, ez inkább egy eléggé független lap. Tehát a Wall Street Journal, a Time, ezek tulajdonképpen megélnek Amerikában, és nem feltétlenül a kormány támogatják minden szempontból. Például Trumpnak a dolgait a Time nagyon-nagyon kritikusan szemlélte. Hiszen olyan dolgokat csinált, ami Amerikában, kvázi a demokrácia hazájában elképzelhetetlen. Hogy a hivatalban lévő amerikai Egyesült Államok elnöke a tömeget arra buzdítják, hogy akasszák fel az én általam választott alelnököt, és ezért megostromolják a Kapitóliumot, ez Amerikában eddig elképzelhetetlen volt. És majdnem azt mondom, hogy tulajdonképpen közmegegyezés lenne abban, hogy az elfogadhatatlan, de nem így van, mert tömegek voltak ott. Tehát a buzdítás mondjuk használt, és hogy mondjam, hát, hogy is mondjam, Amerikát is nagyon régen, bár nem szeretek politikába belemenni, nagyon régen láttam ennyire megosztottnak, mint az utóbbi években. Igen, igen, ez nagyon meglepő volt mindenki számára. Én nekem sok barátom él kin, akár Philadelphiában, akár a Stanford Egyetemen, ők is megdöbbenve látták ezt, hogy ez Amerikában elképzelhető, hogy az ablakot betörve, és emberek meghalnak. És az egyik pasit most elítélték, nem tudom, olvasod-e, aki azzal tüntetett, hogy bement a Nancy Pelosi-nak az irodájába, és föltette a lábát az íróasztalra. Ez volt az ő politikai tüntetése.
Hát ez mondjuk nem nyerte el mindenki tetszését, most elítélték pár hónapra, vagy pár... A üveget törni, tehát hogy mondjam, látok benne valami sót, tehát ez nem egyszerűen egy ilyen fegyelmezetlenség, vagy egy rendbontás, hanem ebben azért van valami... Igen, de a pasi hogy jutott be a törött üvegablakon keresztül, ahol rendőrök meghaltak? Igen, tehát azért ezt egy picit kiszélesíteném. A maga a történet, hogy fölteszem a lábam, arra gondoltam. Ezért az csak egy... meg akartam mutatni, igen, hogy én teszek ezekre a hivatalosságokra. Igen. Azt mondtad, hogy sokat köszönhetsz a jégkorongnak. Ha mind, hát hogy is mondjam, a világ néze, a világot, tehát hogy ahogy nézed a világot, igen, abból a szempontból, mint fizikailag. Hát fizikailag nem kell mesélnem, mert igen, hát most már túl a 80-on szépen. Sajnos már a 85-ön is túl. Nem tudom, de nem akartalak itt. Nem szégyen. Nem, szégyen. Csodálatosan nézel ki, Jánoskám, nem akarok udvarolni. És azt akarom még fölhozni, hogy hát mielőtt még persze volt az életednek egy egészen más síkja, amit egyébként az emberek valószínűleg sokkal jobban ismernek, mint az, hogy jégkorongoztál. Mire gondolsz? Hát, hogy ültél a televízióba és a különböző kvízműsorokat vezetted. Igen. Én szerintem erről Magyarországon többen tudnak, mint arról, hogy a Vörös Meteora bajnok voltál. Ez igaz. Jó. Minek köszönhető ez? Erre is kitaláltam utólag egy magyarázatot. Ez valamelyik újság címében meg is jelent. Az én műsoraimban nem lehetett leégni. Nem az volt a cél, hogy én villoghassak, hogy milyen sokat tudok Hunyadi Mátyásról, hanem hogy ő elmondhassa, amit ő akar. És én megpróbáltam ezt csendbe végighallgatni. Ezt is egyszer elmondtam, meghívtak a Metropolitan Egyetemre, hogy a mostani televíziósoknak milyen tanácsot tudnál adni, János. Mégis 27 évig voltál a stúdióban, egész jó dolgokat csináltál, mit tanácsolsz? Erre én azt mondtam, ne haragudjatok, igazán jó tanácsot nem tudok adni. Egyetlen egyet mondanék. Dumáljatok kevesebbet. Engedjétek szóhoz jutni a versenyzőt. Ne akarjátok azt bebizonyítani a honorárium érdekében, hogy ti nagyon felkészültek vagytok. Igen, amit ön mondott, teljesen egyetértek, csak azt szeretném hozzátenni, ne tegyétek hozzá. Bírjátok ki. Ennyit mondat, elég. Annyit kell válaszolni, helyes. Megnéztem a régi elmebajnokság felvételeket, és ezt baromi pontosan betartottam. Csak annyit mondtam a jó válasz végén, helyes. Egy szó. És ő volt a főszereplő. És a néző inkább vele azonosul, hiszen a néző magát bele tudja képzelni a játékos helyébe. Az én helyembe kevésbé, hát ez mondjuk egy másik pálya. Hát, hogy ki volt a főszereplő, azt nem tudom, mert hogy is a veled azonosították a műsort, nem a részevőkkel. Holott a játékosok között kiválóságok hát voltak. Én nem akarom az ő kiválóságokat, igen, csökkenteni, csak arról kérdezem, hogy tudom én, a számtalan, most föl nem tudom sorolni hányféle, igen, ilyen vetélkedő, az mind arról lett híres, hogy az EGRI vezeti. Tehát vagy az EGRI arról lett híres, hogy ő vezeti ezt a vetélkedőt, nem tudom, de hogy a kettő összefüggött, hogy az EGRI az egy kvízmester, vagy nem tudom micsoda, vagy egy riporter, aki kvízt csinál, és az így lett, nem? Tehát ez nem a vendégek voltak de a vendégeket nem tudja az ember ma már. Azért sokakra emlékeznek, főként azokra, akik valamilyen különös viselkedéssel hívták fel magukra a figyelmet. Föltették az asztal alá. Már nem egy, hanem volt egy nagyon-nagyon helyes fiú, én nagyon kedveltem, aki mindig szóltak a nézők, hogy ezt én miért engedem, az egy túlmozgásos valaki volt, hol a székét rángatta, mindenképpen egy kicsit többet tett bele, mint kellett volna, de a tudása kiváló volt. De gondolj el olyanokra, mint Héti Apor, vagy akire én most sokszor emlékszem, Dr. Bán László, mond neked valamit ő? Nem. Nem létezik. Szépművészeti múzeum igazgatója, a Liget projekt. Na, de azt nem tudom azonosítani, hogy ő játszott ott. Az elmebajnokságnak egy év elmebajnoka volt. Kiválóan játszott. Na, de erre nem emlékszem, hogy ki volt az elmebajnok. Tehát ez arra emlékszem, hogy... Tudod, hogy miért nem emlékszem? Mert 30-40 éve volt. Na most azt gondold végig, hogy a jelenlegi televízió műsorok közül 30-40 év múlva ki fog emlékezni rájuk? Kevesebben. És ez nem csak azért van,
mert kvázi más a műsor, hanem mert akkor egyetlen egy televízió volt. És ahogy Szinetár Miklós is nagyon gyakran elmondja, ott nem csak az volt a szám, hogy mennyi a nézettség. A nézettsége az én műsoraimnak 4-4,5 millió volt. Ma el tudsz képzelni egy olyan televízió műsort, ahol 5 millió ember néz, mondjuk a futballvilágbajnokság döntője, Franciaország, Argentína, ezt lehet, hogy nézték 4-5 millióan különböző csatornákon, de nem egy csatornán. Ez az egyik, és amit Szinetár mondott, és én teljesen egyetértek vele, nem csak az volt a számít, nem csak az számított, hogy mennyi a nézettség. Volt egy másik szám is, úgy hívták, tetszési index. Tehát attól, hogy valamit sokan néznek, de a sok ember közül kevésnek tetszik, azért az egy más típusú műsor. Ezeket a műsorokat nagyon magas tetszési index is övezte. Miért is? Értelmes volt, kultúrált volt, elegáns volt. Senki nem akart valakit leégetni. Nem az volt a cél, hogy bebizonyítsuk, hogy ez egy felkészületlen hülye. Hogy volt képe idejönni? Ez nem fordulhatott elő. Holott Angliában volt egy ilyen műsor, nálunk is megpróbálták. Angliában az volt a címe, The Weakest Link, a leggyengébb láncszem. Magyarországon is behozták. Itt az volt a műsor célja, hogy a bejövő versenyzőt megalázni. Azt mondani neki, és ha nem jutott eszedbe valami sértő, akkor a fületben lévő earpiece-en a rendező leszól. Kérdezd meg tőle, hogy járt iskolába? Tehát tippeket adtak a műsorvezetőnek, aki egy angol hölgy volt, Ann Richardson, világhírű lett, mert Kanadában és Ausztráliában is ezt a műsort csinálta, aki csak azt csinálta, hogy a pasit megalázta. Hogy lehet, hogy egy ilyen egyszerű kérdésre nem tudja a választ? Ön nem járt iskolába se? Na most ez nálunk szokatlan lett volna. Azt hiszem, én nekem úgy rémlik, aztán javíts ki, ha nem, hogy az egész televízió kulturáltabb volt. Tehát, hogy, hogy nem tudom, hány tévéfilm készült, igen, hogy a Kossuth díjasok özöne járt a televízióba. Igen. Hogy öveges professzortól, nem is tudom, most Petrovics Emilig, igen, ezek világhírű, vagy azt mondom, itthon világhírű, de szóval ezek országos hírű emberek voltak, igen, pedig nem tudom én, komoly zenészek és professzorok nem szoktak országos hírni, és ezeket de közszeretetnek örvendtek. Itt olyan, tehát beléptél, mondjuk én emlékszem, a Szabadság téren, fölmentél az a nagy lépcsőn, igen, és ott beléptél, nem tudom, az aulába, és az olyan volt, mint egy templomba léptél volna be. Azt talán nem mondanám, mert volt benne büfé is, a templomban pedig nincs büfé. Akkor rossz kifejezés, akkor mondjuk az, mint a szentélyben, jó ez így? Igen. A szentélyben sincs büfé. De szóval volt egy olyan hangulata, hogy nem tudtál hova nézni, mert akárhova néztél, ott csak, nem tudom én, Latinovicsok voltak, meg nem tudom én. Szóval az átlag színvonal az valami fergeteges volt. Nagyon fura, szerették egymást. Nem volt olyan szituáció, hogy valakihez az ember ne jó kedvel lépett volna oda, és annak elkomorult az arca, mert nem akart volna vele beszélgetni. Ma annyira ketté szakadt az ország, hogy ez alig-alig elképzelhető, de ugyanilyen kvázi szentély volt a pagoda, a rádióban. Hát ez így van. Hát ott is, ha bementél, olyan emberekkel találkoztál te is, akikkel örömmel voltál hát, együtt. Örömmel néztem mind a moziba. Igen. És pláne, ha ott dolgozhattál. Há, persze. Ez egy nagyon-nagyon kellemes időszak volt, miközben egy diktatúra volt. Ezért szoktam én azokat idézni, hogy például Rákosi elvtárs ír a magyar kormánynak, és kéri, hogy a nyugdíját folyósítsák neki. Írja ezt valahonnan a világ végéről, ahová száműzték, és nem engedték visszatérni. Hogy Rákosi elvtárs, aki ilyen nagy hatalom volt, végül a nyugdíjáért esedezik? Hát ehhez képest én minden hónapban megkapom a nyugdíjamat, annélkül, hogy kérném. Hát hogy mondjam, itt a választásra, hogy mondjam, ezzel még nem lettél nagy király, hogy most jobban szeretlek, mint Rákosi elvtársra, bár őt nem ismertem egyrészt, és ez nem nagyon... Az volt az igazi diktatúra, igen, mert én enyhítek azon azért. Igen. Tehát, hogy az a diktatúra, amiben én fölnőttem,
az a Kádár rendszer hát volt. Hát az valóban. Igen. Tehát, hogy mondjam, én éreztem már, amikor újságíró lettem, és mentem sporteseményekre, mondjuk Csehszlovákiába, NDK-ba. Igen. Tehát ez egy más, a határon Magyarország más levegőjű ország volt, mint az összes többi, talán igen, Jugoszláviát kivéve, az se biztos. Igen. Jugoszláviában volt egy bizonyos szabadság, de ugye a legnagyobb szabadság Magyarországon volt, ezt tapasztalt. Akárki, akármit mondtál, átlépted a határt, már más volt a levegő. Igen. Így volt, vagy ez nem? Szokták mondani, a legvidámabb barak. Igen. Ez egyébként egy nagyon találó dolog, hogy itt valóban az emberek bár tudták, hogy vannak korlátok, de azért a Trabant tetején a Gorenyét el lehetett hozni Bécsből, tehát viszonylag apróságokban könnyebb volt az élet. A levegő is könnyebb volt. Én azt hiszem, tehát azt érezted az NDK-ban, hogy más a levegő, mint itt. Hát ott próbáltál volna meg, még szocialista országban se tudtál csak 8 évenként menni, vagy nem tudom, a örületté. Tehát nem úgy volt. Én játszottam az NDK-ban, erről is van egy igazán félig szomorú, félig vidám történetem. Most hallottam egy-két nappal, héttel ezelőtt, hogy meghalt Kutni Lajos, te emlékszel a nevére, ő a BVSC-ben volt a Babán Kutni. Egyébként a legeslegidősebb jégkorongozó, aki még él, az a Babán Jóska. Imádjuk egymást, mert egymás ellen játszottunk 60 évvel ezelőtt, és ő még most is nagyon-nagyon aktív, egy gimnáziumban jár, testnevelési órákon vesz részt, tehát ő az egyetlen túlélő még. Na most a Kutni Lajos nemrégiben halt meg, amit nagyon-nagyon sajnálok, egész életemben ellene játszottam, de a válogatottban együtt voltunk. És a válogatottban mi ketten voltunk a legmagasabbak, tehát amikor valami olyan szituáció volt, hogy fel kellett lépni esetleg erőszakosan, akkor a Lajos meg én igyekeztünk odaérni. És egyszer például az NDK-ba játszottunk, magyar válogatott NDK ellen, NDK erősebb csapat volt, mint a magyar válogatott, és úgy volt, hogy a meccs Berlinbe lesz. Nyitott pálya? Igen. De aztán a német elvtársak úgy döntöttek, hogy a Berlinben azért veszélyes, mert esetleg a magyar játékosok közül néhányan disszidálnának. Magad Berlinben. Igen. Ezért azt találták ki, nagyon bölcsen, hogy már a repülőtéren leszállt a mi IL-18-as kiváló repülőgépünk, kiszálltak a magyar játékosok, és be kellett szállni egy autóbuszba. Mert az autóbusszal vittek át minket Karl-Marx-stadtba, Chemnitz. Hány kilométer? Hát mit tudom, jó pár száz kilométer arrébb volt, és a meccset ott játszottuk le. És valami óriási meglepetésre számomra is megvertük az NDK-nak, lehet, hogy akkor csak a B-válogatottját, minden esetre mi győztünk. Ezek után nagyon boldogok voltunk, hát azért nem volt semmi ott Németországban győzni egy német csapat ellen, és este gondoltuk, hogy lemegyünk egy bárba megünnepelni ezt a dolgot. És a Kutni, meg a többiek elindultak oda, és ott volt egy valamilyen kicsit buta őr, egy ilyen bárban, aki azt mondta, hogy minden asztal foglalt, nem lehet bemenni. És akkor mi benéztünk a Kutnival, és láttuk, hogy egy csomó asztal üres. És mondtuk, hogy mi azért gondoltuk, hogy mégis itten páran egy pár órát eltölteni. Mondta, ez lehetetlen. És akkor a Lajos meg én odaléptünk ehhez az őrhöz, kicsit magasabbak is voltunk, én arra emlékszem, hogy én a tányér sapkáját hátul megbillentettem, ami leesett idáig az orrára. Kutni persze jókedvűen ezt tudomásul vette, őt egy kicsit félretoltuk, nem ütötte meg magát, és bementünk, és ott töltöttük az estét. Vagy legalábbis egy részét, mert természetesen kihívták a rendőrséget. Hiszen mi tetleg bántalmaztunk egy hivatalos NDK személyt. És akkor kijött a rendőrség, ott kisebb kalamajkat támadt, kiderült, hogy hát ez a ma győztes magyar csapat. Na most ezt ma elmondod valakinek, hogy ilyen volt a világ akkor. És tulajdonképpen ez egy hőskköltemény. Hát végül is jól nyertük a meccset, este elmentünk a bárba. Megmondom, ezt nem gondoltátok végig. Rosszabbul is járhattatok volna. Ki a fenét érdekelte? Mi azt láttuk, hogy... Hát, ha érdekelt volna, ha kicsit hülyére vernek a Stázinál. Igen, a Stázi nem NDK volt. Ez az... Na jó. Jó, szóval jó. Minden, szóval mindegy. A kelet-német rendőrség valamelyik fogdájába kicsit eladja a bugyának, az igen, már... De ezt nem tételeztük fel, és mi úgy éreztük, hogy mi egy nyert meccs után ennyit megérdemlünk. És utólag kiderült, hát tényleg nekünk lett igazunk. Hát kijött a rendőrség, volt egy kis morgás, mondták, jó, hát akkor majd hazamennek. És el volt a dolog intézve. Tehát lehetett vállalni akkor is
picike kis kockázatokat, kvázi a szabadságod érdekében. Hogy te úgy gondolod, hogy este el akarsz menni egy bárba, akkor ezt egy pasi ne akadályozza meg azért, mert délután kikapott a nemzeti válogatottja. Hát azt se tudta szerintem, hogy kik vagytok. Lehet, de akkor mindesetre úgy gondolta, hogy ezek sokan vannak ahhoz, hogy itt a honi polgárok elől elvegyék a helyet. Nem tudom. Mindez persze mindig gondolod el több mint 60 éve. Vagy hát, 60. Hát azért ez rég volt. És ma egy ilyen szituáció hogy oldódna meg? Másképp. Ennyi az egész. Hát nézd, Jánoskám, most, hogy így a fél óra letelt, én nagyon sokszor tűnődöm azon. Van egy ilyen, nem mondom, egy ilyen, amin filmeket lehet nézni, különböző sorozatokat. Igen. És én arra jutottam, hogy ezek tele vannak, mindegyik film ugyanarra a kaptafára készül, nagyon jó forgatókönyvvel, tehát nem, és lehetőleg minél hosszabban függővé tegyen a sorozatokra. De azt a felfedezést tettem, hogy két dolog biztos van bennük. Szex, ez rendben van, ez tőlem sem át távol, rendben van, és gonoszság. És ebből pedig arra következtetek, hogy az emberek, ha ez ilyen tömegekben szükség van gonoszságra, akkor erre van igény. És nagyon kevés olyan filmet találsz, nagyon keveset, amely teljesen független ettől. Tehát ami mondjuk a nem tudom milyen sebész, a aranykezű sebész. Igen. Amitől fölállsz a filmtől, és azt mondod, hogy, igen. Hogy jobb érzésed van. Igen. Mert te elismered ezeket a sorozatokat, parád, és aki ír, szeretné ilyen forgatókönyveket írni, nem te, én mondjuk szeretnék. Tehát a lényeg az, hogy aki azt tudja mondani ennyi idősen, hogy a napos oldalon járt. Igen. Egyenes derékkal, mint igen. Ahogy ülsz ott, és tökéletesen elegánsan. Azt van miért irigyelni, Jánoskám. Ezt akartam kihozni kicsit. Jó, de én nem voltam soha riporter, veled ellentétben, és köszönöm, hogy eljöttél. A nézőknek köszönöm szépen a figyelmet, Egri János tetszetek látni, hallani abból az alkalomból, hogy véletlenül rájöttem, hogy 60 éve is jégkorongbajnok volt. Köszönöm még egyszer a viszontlátásra.